Hát akkor köszöntünk szépen mindenkit a Játékosok Podcast csatornáján, és hát újabb péntek este. Lehet folytatni a Crash Bandicootot, és hát a háttérzajokból lehet igazán hallani, hogy nem vagyok egyedül. Úgyhogy kis szűkös társaságban most köszöntöttem Dragon Rider-t és Dávidot. Igen. Végre be tudtam lépni ebből a Five Boss-ot boss-falva. Na. Igen. Nagyon jó. Na. És hát akkor szépen folytatom a játékot, és hát bizony, hát még jönnek majd a szivatós részek. És hát most már eléggé a vége fele tartok, úgyhogy most már lassan, de biztosan készen leszek a játékkal. És a mai alkalommal ez a terv. Szóval lehet, hogy befejezed a Törés András kútot. Azaz. Jó, szó lesz most szerintem. Hogy elrepült már ott a teknős? És gyerekek, hallani lehet, tehát, hogy Dávid eszik ilyen ASMR program egyébként, tehát, hogy... Azaz. Dávid zabál. Hát jó, még jövök a sushi review-val mindjárt. Na hát nézd meg, a másik is zabál. Persze, de Dávid az többször, mert most ugye visszafelállt a jó pontot. Oszd még nevet is. Na mi a röhögés tárgya? Lehet, hogy ezt erre a kérdésre nem fogunk választ kapni. Mi volt a kérdés? Na mi a röhögés tárgya? Ja, semmi. Csak... Semmi, csak megtaláltam a vibrátort, amit... Jaj, most miért kellett elhasználni, miért kellett elszólnod magad? Hát, hups, mik ki nem derülnek. Ja. Gyűjj meg, sushi! Ez meg a fingik, az ember már röhög. Vagy én nem tudom. Ja, disznát meg kise lehet ütni, az jó. Tudom is, hogy mi lesz Dragon Rider konyhájának a következő receptje. Hogyha Dávid a közelben van, akkor első lépés, vegyél elő egy nagy kést. Itt van a replika, hagyjál már, az verlek vagyon, hát katona replika. Mi az, hogy bajazó késne fel volt? Bajazó kés katona, igen. Igen, bajazó kés. Kalacska alakú izé, szója. Szia, Bárd! Abba. Hello, Bárd! Konbanwa, hajime mashite. Yoroshiku onegaishimasu. Igen, üdvitt. És nem ott. Szia, Bárd! Szia, bossz meg! Nejev Bandicoot, ez igen. Wasabi. Ó, ez még hiragannára van írva. Wasabi. Aha. Nem, az nem az. De az az csak én vagyok fasz. Hát ennyi. Itt a bónuszös kör. Wow. Bátrik bele ízé, vrvv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 
No, hát kell az energia. Pótszelep? Azaz. Elhelyezés. Kérünk ingyen. Az a baj, ez nem Ja, nem jön be a jamaikai. A jamaik, a Little Jacob bejön ezért. Kagababardo. Mr. Jamaica. Little Jacob. Na, nagyon, nagyon jó kérdés érkezik, hogy izé, hogy lesz-e péntek estébe a Neyev 92 The Game? Igen. Azonnal most ki is kapcsolom ezt a játékot, és most azonnal. Nagyszerű, igen. De akkor igazából annyi a lényeg, hogy menjél dolgozni, és lépjél ki a podcastből, és nincs több stream. Így van, nem lesz több izé, fejemódi. Majd egy AI fog helyette játszani. AI control. A jéghideg mit kérsz? Jéghideg mit kérsz? Már rég volt már. Na jön a slippery climb. Tehát még Rapido ezt mondta, hogy na ez lesz igazán szivatós, szerintem valószínű. Dávid Idex. Micsoda? GTA 20 nem magam az ömet, hogy magyar Rockstar Games fejleszt. A Rockstar az nem magyar fejleszt. Meg nincs is magyar izé. Magyar GTA nincsen Max mod. Az ott egy kéz. Markolászt próbál, fúj! Ráugrottam a madárra és megdöglött. Azt még hogy örül neki? Ne, na, otthon érzi magát, na. Apa. Igen, szóval, ja, ez tényleg ez lesz ez a rész, ami hát hódszivatós. Mert ugye itt a lépcső az gondol egyet, aztán itt ugye elkezd hirtelen csúszós lenni. Jó, az, az kedves. Ezt. Nem jön ide be azt szíteni a szünetet, az nem fogod megvenni.
Dénye. Dínje. Na itt a checkpoint és 77 gyümölcsöm van. Kár, hogy ez a meleg fejű meg nincs itt. Micsoda? Vajon melyik? Milyen fejű? De menj! Az örültem, hogy milyen fejű? Meleg. Ja, hát... Igen, Balázs. A boss már az idegezem a mapom? Nem még. 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 Meglepő módon egész nyugodt vagyok. Olyan is vagy. Hogy? Mi van? Te is... Na, tehát, hogy van olyan, hogy nyugodt vagy. Van. Hogy milyen lenne sörnök, ha már nyugodtságról beszél, hogy izé, nem rendőr ki fogadjuk, hogy ki vagy vezet, vagy milyen izé, ideg állapotba vezet. Dávid az így zabálna jó kurt igazbe, és akkor jó, váltani kell, már bazd meg, már izé, már 70-nel megyünk, mi 3-as, bahú, jó, bazd meg, váltani kell, várjál. No. Elrepült a doki. Amúgy legjobb D-level, 2,5 liter sütítő 170 forintért az élsz. Az már üzlet. De nem bepis. Nem. Milyen everyday üdítő. Jó, nem mondom, hogy ez a legfinom, amit ever ittam, de szerintem nem bírhatatlan, tehát amúgy nem rossz. Ja, viszont finom. Nagyon finom. Mert ebben nem is ittál, bazd meg. A legutóbbi alkalommal kóstoltam meg hasonlót. Ja. Jó, itt van még, amúgy van kóla is belőle, csak hogy kólát nem akarok, már nem tudok aludni. Azt, hogy holnap üzé álmos Demon-Slayer sörkeny, az úgy nem lenne éppen attrakciódús. Ó, pedig hát úgy az igazi. Na, ütles lenne, de inkább kihagyom. Ezt a perket, ezt az achievementet. Hoppá. Megyek a negatív bónuszos körre. Dávid! Tudod, hogy kaptam ez Zuko a nevét? Mondták, hogy mindegy, csak ne Zuko legyen, mert az már foglalt. Az jó. Ez jó. Szerintem kurva szar, de mindegy. Az jó lesz. Az jó lesz. Tehát mindegy, a neve csak ne Zuko legyen. Na, megnyi. Na. Bezzeg ezt a Balázsnak mondanád? Balázsnak már rá. Szerintem meg kimerte rá, Karszó. Előtt meg ide csatlakozik. És mi van buzernyát, nem mondtad? Igen, nem mondtam. Egy-két már mondtam, hogy majd van előbb oldalon maradt. Mi az egyszer? Na, ez meg... Világ, az élős volt. Hát. Egyébként meg... Nem lehet hasonló, amit be lehetne foglalni, hogy hát egy orszulásba esik a kedvenceid, ezért lehet tudok ilyen fognálni. Hát ez hülye. Mondjuk ez már volt egyszer, de mindegy. Ma, hogy adna neked Patai Anna ingyen koncertet, na. Kedvenc, izé, sztár, tini énekes. Na. He. A konzolok éjszakáját nem fogom kibalhézni, mert nem lesz időm, egyszerűen, sőt, energiám se éjszaka streamelni, úgyhogy, illetve a környezetem se engedi. De bár, szóval... Úgyhogy rábosszós a dolog, mert nem. Nehéz, azt, hogy nehéz felfogni, hogy fejem nem, nincs többet, tehát, hogy ezt így most nehéz megérteni, tehát, látom. Kibalhézhatnád meg, azt én poénkodok vele, de most tök mindegy, nem fog visszajönni. Igen.
Hát de volt helyette Genshin Impact éjszaka, nem jöttél várt, szóval miről beszélünk? Azt már nem hiszem, hogy nem érdekel azzal a sok kínai mesetöccsel, szóval ennyi. Amúgy meg, Dávid, nem mondtad le a házat, ugye? Nem, a jövő hétben most tudnám, hogy nehéz eset, hogy mindenki tudják, Dávid. Na. Hát, nem tudom, hogy vagyok fel, hogy mihez a... Hát, most nem azon, hogy nézni. Leestem. Rip. De hogy te se szereted azt kósítani. De most már nem fog. Vettél volna még egyet, de hát... Na mindegy, most tudom, hogy a spárban lehet venni a sushi, de önként már fog. Meg az, hogy nem olcsó, de majd egyszer-kétszer lehet is járni. Hát nem tudom, én már gondolkozom rajta, hogy tök jó lenne kipróbálni, mert érdekel. Lehet, hogy most már rászállom magam. Az egy az ára az egyetlen probléma, hogy a gondokon is lehet kapni ilyeneket, hogy lazasztam, akik nem tudom, miket az ilyen sushi-szerű, csak ilyen, hát ilyen japán gyrosz kávé. Akkor vizében van ilyen. Mi a francban alga papírba csomagolva, az is jó algába. Mi a legkonvettől? Jó sok masszabé volt hozzá. Ő már telefost a WC-t, igen. Hát ény. Nem. Szabad ilyet. Nekem nem. Tele kakálni a buddit. Nem gyula. Leestem. Radioaktív. Az igen. Az igen, ki a faszom, de hát kézi itt. Szóval, bár ez nem úgy volt, hogy a műsort izét, hanem azért nincs konzolok éjszakája, mert én nem tudok izét konzolra. Maximum a PS4-ről tudok streamelni, de ilyen retro konzolt, én nem értek hozzá, hogy hogy kell streamelni. Azért nincs konzolok éjszakája, a többiek már nem tudják bevállalni. Ahogy mi az a Genshin? Genshin, nem? Nem is az, hogy műsort ad nekünk idősávot, azt már ezzel átvettük, tehát ez már rég át van évek, nem tudom, hogy feltűnt. Ja, Getsin Impact. Ja, igen. Kicsit más. Más értelmet nyer. Hát semmi volt, van izéből is. Abból is van. Rule 34, ne aggódjatok. Mindenből van. Nincs olyan, hogy valamiből ne lenne. Tessék, ott volt a izé, most ugye, hogy ment a hír ott az olasz... izé, nem is tudom, valami miniszter vagy mi a túró, és ott a izét, a Tifa port nyomta. Egy, de jó. Rapidóval beszélt meg Kárti platformnek estéről a Rapidóval, hát ezt az meg ővele beszélt meg. Itt mindenki függel egymástól független azért valamennyire, tehát én ezt most így... Nem mondjuk az, hogy neked ezt kell csinálni, ez nem egészen így működik azért, tehát ez... De erre mondtuk azt, hogy bármit lehet, csak azért fizetni kell. Itt van az a pénz. Így van. Igen, mekkora moslik kurvák vagyunk. Ne. Jó.
Belőlem nincs, majd csinálok. És abból NFT lesz. Igen. És a NFT 65%-át a podcast meg donáltam. A lófaszt, azt én kapom meg, ha magamból csinálok Rule 34-et, ne haragudjál. Ebben az esetben nem osztozkodom. Tudom, szemét vagyok, meg minden, de hát ha magamról csinálok, én magam NFT-tet, akkor... Szemét vagy. Az már csak az én részem. Most szemét már hát, nagy szemét. Most szemét, hogy olyas szemét dolgok vannak itt egyébként. Nem, ez mini Tips Mix Szűté. Tips Mix Szűté. Olyan dolgok vannak itt egyébként, mint a ez is. Oh, mi a fasz? Hát akkor azt hiszem Balázst majd izzítani kell, hogy majd kreáljon egy világot. Na, hát akkor gyerekek, lehet készülni, hogy akkor majd valamikor lesz egy két órás Minecraft velem. Vagy hát nem csak velem, csak én fogom streamelni, úgyhogy... Ezt, írunk, ezt is megéljük. Így van, ez már történelem. Jó. És ez egyszeri alkalom lesz, úgyhogy ezt ki is fogom venni. Mindenki kielheti pervez vágyait. Jó, hát... Na igen. De egyébként lehet, hogy Balázs hibája az egész. Na ő a Michael Guru, aztán megfertőzött. Dávid, fúj! Cyberpocsék. Kiberpocsék? Hát játszható. Figyelj, már végig játszottam, úgyhogy... játszható formában van. Habár nem tudok nyilatkozni, hogy PSN az-e még. Amúgy valahol így is nyert ilyen is egy legjobb történetdíjat, hát nem tudom, szóval... valahol biztos jó volt, hogy nem tudom rá. Hát amúgy nem volt rossz a játék, csak hát nyilván ugye olyan technikai problémákkal küzdik. Hát azért még bugos a játék, de azért játszható. De már hál' Istennek nem olyan vészes, hogy hogy azt mondjuk rá, hogy hótszar meg ilyenek, csak hát előfordulnak még azért meglepetések. Ezt képzelem, hogy Balázs a sorost nem nézze, hát nyilván. Igen, ez is Balázs hibája. Ja nem, várjál, februárban akkor az én hibám. Na, nem csak Minecraft-eznek kell, de még te vagy hibás minden. Ugye? Az jó. Hát milyen világban élünk? Ennyi, te, arra. Hát elég bagos van, biztos. Dying Light stream. Nem lesz. Nem szeretem a Dying Light-ot. Nem is akarok vele játszani. Nem érdekel. Senki nem játszott vele innen egyébként. És kétlem, hogy fog egyáltalán. Helyette lesz, lehet kiberpocsék stream. Lol. Jó van, de őt meg fog foglalkozni. Mire? A Minecraft-ra. Egy, fúj! Hallod, egy mellette ne itt legyen. Nem szar a teklen, csak nem jött be a játék.
Vagy hát úgy annyira nem érdekelt. Jó, most tudom, hogy kijött egyébként a Dying Light 2, de valahogy... Ne? Azt nézd meg, ott már posztolgatja is, bazd meg, hogy fop. De ez amit a rossz Facebook, hogy föltögeti a telefon, azt nézi, mikor töltödik már. Nem minden Facebook, kurva. Ej! Jobb Instagram, kurva. Minden. Bazd, hogy akartunk venni vadbolyó méntársat, azért kiposztottak, most már nem volt már belőle. Mit csinált? Ez mondom, jó mém társas, a helyen ajánlottnak Sylvester Cook. És nem volt egy dolog. Ki volt fosztva a társas játékpulta izélt spárban? Mondjuk ez teljesítmény, de attól még mi a fasz? És akkor pénteken így nem tudom, és tényleg megfordul, nem fog még egyszer ilyenkor ez ilyen helyen, mert... Péntek 3-ban a Junger Commando megszálljon a Nikti. Mindenki. Hát mondjuk nem tudom, mert pénteken aztán mindig olyan sokan vannak a boltban, de hogy miért túrónak. Hát nem létezik másnap, csak péntek, szombat, vasárnap ilyenkor. Ja, bocsa, holnap sorít, ez egy ilyen korról. Szilveszteri After Video. Hát már volt Silvestop, most nem tudom, mit akarsz, nem ipar. Ez az hány órás lett? 2,5 órás, nem? Ja, 2 is volt, úgyhogy. Hát igen, ugye 2 részletben volt feltöltve. Tolni károsi. Szilveszterről nem vettünk mi föl amúgy semmit. Az egy privát parti, arról nem készítünk videót. Nem vagyunk olyan állatok, mint mondjuk Balázs. Egy-két kiló. Vagy ugye ki volt még a másik, aki állandóan videózott? Nem vagyok ki. Dávid is. Meg a Sziréna is, de... Meg a Légszeréna is. A mindenki. Nem, hát még ugye, meg aki rohangált kamerával. Dávid. Nem. Azipuli Dragonnal nem maradt. Hát igen, azért, mert az egy zárt körű rendezvény. De megint, szóval az a helyzet, hogy meg voltál bár hívva, de hát nem jó dolog volt. Ja, hát ez egyébként ez így van. A másik. Különben, tehát a izéket, akinek ilyen marketing osztály rangja volt, az meg volt hívva. De senki nem jött, tehát most akkor ne tessék panaszkodni. Reklamációt nem fogadunk el. Ja. Tehát így... Ja. De hasonló lehet, hogy lesz még amúgy, de... Igen, de ez ilyen VIP rendezvény, szóval, ja. Gondolom furry arcok voltak, hogy de? Mi van? Persze, hogy ne. Hát igen, fejön az eléggé a furry volt. Elég szőrös az arca, igen, nem is nem. De szóval ezt akkor így eloszlatnék egy félreértést. Én nem vagyok a furry közösségnek egy ilyen oszlopos tagja, mint nem tudom kicsodák. Tehát én amúgy ott is kicsit kívülálló vagyok, de nem hiszitek el, de tényleg. Tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy te akkor mindenki a bratyi vagy is összejársz, hanem így felismernek, és jó, hogy te is az vagy, jó, oké, és kezdjek vele, tehát így megtalálnak így, de nem vagyok senkivel se nagy barátságban, egy pár emberrel igen, de hát őket jobban ismerem már, mit tudom én. Szóval nem tudom, mert honnan sikerült már megint szedni. Ilyen arcokat nem szoktam egyébként meghívni, nem azért, mert nem kedvelem őket, hanem egyszerűen kurva messze vannak, akiket ismerek. Akiket meg nem, hát azokat szóval... Mindegy, vannak köztük olyan, akiket nem szívesen, na, mert annyi gondban sem, ott is vannak azért kellemetlen arcok, na.
JP Farsang, hát az... Hát, ha méltóztatnál eljönni, de az a helyzet, hogy erre már szerintem lekéstünk. Hát holnap megyünk a Fantasy Expo-ra, gyere bazd meg, hát az JP Farsang. Most... Hely meg 2000 forint belépő, azt mehetsz, az jó. Ja, nem találsz valami. Mert JP Con lesz egyszer, nem úgy van. Az mondjuk egelve van az a téma egyenlőre majd egyszer. Hát ez nem is JP Con, hanem a saját fogymenésem. Megsütött a cső. A tecső. Csöves. Csöves. Majd mekkora egy csöves ez? Nem Fantasy Expo, de tavaly már beszéltünk róla, csak te szerintem megint a füleden ültél. Annak van az a kicsine izé figurája, amit annyira, mivel annyira izgultál ma. Hehe. Úgy tudom, hogy elkészítettél mondókon nagyon kicsiben egyébként, tehát ez tényleg ilyen, inkább már izék szervezik, ilyen civil. Civil szervezet. Civil szervezet, ja, ne, hogy ilyen. Tehát nem egy ilyen nagy KFT, mint a mizé mondokon mögött álló, hanem ez egy ilyen kisebb történet. Tommal aztán lehet, hogy itt tévedett. Köcsöggőz. Mit csinálsz? Törik András, kud. Te hülye. Ó, bazd meg, te kretén vagy. És még örül is ennek, baszod. De ha összevegy fel, már az ember vagy, hogy a agyilag el van zsibbadva. Persze, ez full, de van zsibbadva, de azért legyőzött a hét csoda párbajban. Uh-huh. Életében először hallott a játékról, azt így legyőzött a szóval, mennyi nap az. Uh-huh. A kezdők szerencséje. Ez az, basz neki a dobozokat, szegény nézi kreatúra. Kreatúra! Ez az meg jó van, ez. Na, megy, na tessék, megyünk Nitrus Brio-hoz, a Zen Brio-hoz. Hatalomkártyát én nem gyűjtöttem, osztálytársan gyűjtötték amúgy. Na, itt kijöttük a narancsba. Ez az ősember egyébként a műanyag üveget ki akarta baszni a kommunális szemétbe. Hát nem vagyunk olyan azért. De mi nem vagyunk, ősemberek vagyunk, napigaz. De... Kint van egy csomó szatyúra, ki lehet szelektíven menni. Negyon szatyúra össze lehet gyújtani össze. De várjál, megmutattam, hogy kell. Megmutatom, hogy ilyen vagy, hogy a hősebben megfelé, hogy ez a... Ó, ez a... 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 Ez
azt meg kivisszük a szelektívbe. Nem úgy ős ember egy geci. Ó, de hogy nem? Na, de a videózat bebizonyította. Na, nagyon jó. Ung, ung. Karen Simulator, ung, ung. Ung, ung. Na, mit csinálsz, bele fingik? Yu-Gi-Oh stream, aha jó. De volt egyébként egy időszak, amikor terveztünk volna közösen játszani az emberes Yu-Gi-Oh-val, csak azt valamiért nem. Én nem áll, kis köcsök taknyai baszki. Szia, cső! Cső, hello, Henry, most van egy ilyen. Igen, mert ha azt veszük, akkor rövidítésben az. Jó, hát igen. És lehet, hogy nem fejlődsz ki csak így testileg, tehát embrió maradt a gyilagosztán. Ó, hogy nem. Intelligencia, hogy jelézel, mint intelligencia. Tességes, nem intelligencia. Van ez. Fokat magam intelligens állapban. Az meg. Ja. Hozzám vágja itt a szarjét. Hoppá. Ó, nem már oda. Fogom is meggyűjtöm. Megfogok egy chipset. Azt érek ezt. Jó, nem tiltakozol a mellett, hogy a füst az alád menjen. Jó, van, oké. Megbeszéltük, de holnap tüdőbajjal megyek. Kórházban meg sportni. Na most mindjárt válj hozzám 4-et. Ó, hát ez már 6! Bassza szájba magát. Szépen a társadalmi célú gyűjtetést kérjük, hogy még szerint a teljes nyíltékoknál jobb alapítani. Ütelés. Ja. Jövök nektek chipset. És megeszem. Jó. Tessék, embriós most izé hulkká változott. De az jó, hogy a füst legyen körül át mennek edne, hát megy. Húzzak ennek a hajom. De csak hogy izé, hogy így közvetlen felé hajul, nem biztos, hogy olyan jó. Na, a labor. Eléggé a vége felé tartok, sőt azt hiszem ez már a fő boss lesz. A mindjárt fő boss lesz, ja. Há, hogy beszélsz? Rappok oda a szádra. A magyarul. Itt nincsen csengőbb vártam, tudom, de mindegy. De feliratkozók meg követők jöhetnek, jövője YouTube-on, jó, ha nem szóltak. Túl gyorsan olvasok. Már előre megmondod, hogy mit fog írni Bart. Igen, ott, hogy lesz egy stream. Bunny Night 2-jét. Hát most is van stream. Hova akarsz te még többet? Igen, nem, van akkor. Hát miatt bár, azt akarod, hogy úgy működjünk, mint az M1 meg az M2, hogy 0-24, de mi? Két csatornán még lehet? Hát fizetésünk, ez így kifizeti. Valami. De jó, mondjuk felidő, egy óránként irányó.
Egy, nem egy jó, és akkor egy óránként beszélünk a semmiről, hogy jó őző sétálni, nyáron is jó, meg télen is, meg tavasszal, mert nem tudom, hogy ilyen farmert vagyunk, vagy olyan farmert, ha látod a hetik ringést, az a kávé az. Ez így ilyen minőségi. Egy is jó recskett legyen csel. Na. Három mellett, meg egy hosszal született egy csöcsömű, meg nem tudom. Van viccbe. Balom. Loading. Miha hati? Miha? Hát, loadingol. A Fantasy Explorer jössz, akkor lesz after. Holnap nap közben nem. Meg utána elafterezünk mi ketten itt. Igen, lesz after. Szombaton 7 órakor. Jó. Lesz after, de nem ma. Az az. Lesz after before. Jó. Hát ez meghalt. Meghalt. Meghaltak, mégis túlélték. Jó. Mindenki meghalt, a többéket kórházba szállították. Hát az megbaszott az árammal. Hát másodszor is meghót. Hey, what's going on? Az megy a discordozás. Hallom ám. Igen Balázs, hogy faszna kirolgattok. Ki Balázs mondja ezt? Ne, izzi, a mindig szerverén irogat itt a kis kocsit, basznak irogatni Balázs, meg a többi itt a szerveren, nézd meg. Én vagyok az operája, nem bármit. Spoiler! Spoiler! Crash a Cortex. Hát de bár, de most miért spoilerezzel? Fúj. Ne spoilerezzé! Izzy Sirius Sam és Sirius Sam spoiler, a Izzy mentál a Sam-nek az apja. Ki a pályó? Oh boy. Azt hiszem ott volt ilyen pont. Zajjás, ott van. Kettő, nem tudom. Igazából a Second Digital Hunter-nek a végés. Nem a Sam mondja ezt. No. Oops. A holnap számoljuk, hogy hány Genshin és cosplay lesz. Bármi bazd meg. De holnap jóos játék, indultok a Genshin és cosplay-t látok. Ja, bármi. Hú. Istenem. Milyen gyerek a játékával? Már ki? Dávid, hogy kíváns. Szia. Uncharted filmet még nem láttam. Hát, megnézem majd. De valószínűleg azért úgy fogok neki állni, hogy valahogy próbálok elvonatkoztatni attól, hogy amúgy milyen sztoria volt a játéknak.
Nem nagyon szokták úgy követni, bár nem is lehet mondjuk teljes mértékben, de valamennyit azért át kell emelni. Nem, de teljes ezért, a Doom film az például rettenetes volt, mint volt egy pár ilyen, ami szörnyű volt, mert a SWAT filmet szerettem. Azt hiszem kettő van, én pont a rosszabbikat láttam, talán most meg nem mondom melyik melyik. Játéknak semmi. Mindjárt gondoltam. Játéknak semmi. Mondjuk én nem teljesen értem azt a nagy kultuszt, ami jövez, én a Last of Us-nál se annyira értettem meg, igazából gameplay szinten szerintem szörnyű. De amúgy alapvetően nagyon jó indult volna a sztori, meg minden, csak az a baj, hogy én feladtam a gameplay miatt. Ilyen szar lopakodós résznél, tehát az tényleg engem egy kicsit bántott. Mondjuk, mert kíváncsi lettem volna, mi a vége, de egyébként nagyon jól kezdődött, mert minden, de hát nem értem az ajnározást, ott se az igazság. De a Days Gone-t az megérdemelte egyébként a sok pozitív visszajelzést, szerintem, meg a God of War és a 18-as, bár én nem vittem végig, az az én sarom, mert mindig lusta vagyok hozzá. Meg ilyen PS exkluzív címkét, nekem az is tetszett a Wipeout. Mondtam azok, hogy ne ülj a füst fele, hogy ennyire, mint a három füstölőre jól tettem. De hogy majd. Last of Us, mi van, bazd, úristen! Most a nyelv, most a magyar tanárom kedve, akkor a magyar tanáromnak kedvelőttől a mondattól kedvetem, hogy tökben szúrni magát, hogy nincs is töke. Kicsit bárt. He. Most így az Uncharted-nek. Jó van. Ez hülye, ez, de ezt is bekapcsolod. Ja, nem. Jó, nem. Azt nem mondanám, hogy az Uncharted-nek zombis DLC, inkább csak az, hogy gameplay szinten szerintem rettenetes. Tehát ezt mondták, hogy én nagyon kedvelem a Shrin, de mi a fasz volt ez, hogy ízzi, hogy ez mekkora találmány, hogy a Joel nem katona, hogy nem tud jól célódni, ezzel megmagyarázzák, hogy miért szar a célzás a játékban. Tehát jó, hagyjuk már. Hát nem is, ez csak mondjuk az a jó, hogy végül is utána betanulja idővel. Jó, akkor is nekem ez nem jött be, tehát ez így akkor se jött. Egyébként ezzel még nem volt akkora nagy baj, mert ez nem ilyen game breaking elakadás volt. De van egy rész, ahol ilyen tikerek körül el kell lopakodni, és egyszerűen nem tudtam megcsinálni, úgyhogy megtetaláljam. Nem a izénél ott a toronyháznál? Azt hiszem, de... Azzal szenvedtem én is, ez kurva nehéz volt. Miért kell éneket belerakni, tehát egy sztori központú játékban? Mi van? A Dragon Nanonoknak egy napnál kegyházban hány napig? Most kibírnak ki velem hány napot, vagy mi? Ezt nem értem a kérdést. Azt hiszem a toronyjelzet, hogy itt bemegyünk a városba, és akkor ott ilyen, üzletek vannak ott, nem tudom mi. Ezzel nem értem, miért kell ilyeneket. Én nagyon utálom, amikor egy nagyon jó játéknak nagyon jó ötleteit tönkreteszik ilyenekkel, hogy megakaszt és nem tudsz végigmenni, mert ez nem egy Dark Souls, ahol érted, hurrá, sikerült, tehát, vagy azért én ezt nem tartom egy Last of Us élménynek, hogy hurrá, sikerült végigmenni, egy, nem tudom, egy végig lopakodni egy rakát zombit, tehát nekem ez volt a baj, mert én kell. De amúgy nagyon jó volt a voice acting, meg a grafika, meg a zene is, meg minden, de hát nem tudom, itt akkor laktam. Aztán ugye nem, nincs már PS Plus-om, mert azzal szereztem be egy idején. Dávid, hány napig bírnál ki? Hát most éppen kiment szarni, úgyhogy szerintem nem sokáig. De most itt lesz vasárnap, így tehát, hogy... Pizsi parti van. Ja, hogyne, igen. Tudod, így messziről jön Conor, aztán el kell szállásolni a fejét. Hát igen, ez ilyen. Aztán azért fotelben nem megyünk ilyenkor, mert azért mégis kicsit költséges.
Az a baj még mondjuk, hogy a Mondóhoz képest ugye ez a FedEx Pro messzebb van azért. Ez egy Dávid versus Genshi projekt. Nézd a Genshi. Én nem tudom, ez a Genshi. Épp már rendesen. De Dávidot nem fogja meg a Genshin Impact, tehát hogy azért nem értett, mert a Zelda Breath of the Wild az riktig ugyanaz a játékmenet, mint a Genshin, tehát nem értem, mi a problémája. Azt nem tudom meg azt, hogy lesz a Zelda, olyan részemről biztos nem, hát majd... Én részemről se hiszem. Ezt majd vele egy Dáviddal boxol, de csak mondom, hogy kiment, szerintem szarik egy fél órát, aztán utána esetleg. Válaszol ezekre. Ja, én egyetlen egy darab Zelda játékkal se játszottam. Majd rászánom magam valamikor. Egyszer. Hát én egyel tudnék játszani, ami izén van. Retro minimezlő. Amu Game Boy-on, de hát ezt nem tudom streamelni. Az a kézi konzol, tehát ezt nem tudom streamelni. Klán csinálni, nem hiszem, hogy lehet csinálni. Ilyen izé van, barátként fel lehet venni egymást a scope-hozni, hogyha lehet, tehát egy 16-os szintet, nem azt szeretem, tehát a 16-osat. Na. Befejeztem a játékot, yay! Mindjárt, hogy Cortex Dead. Or not. Dead. Akkor ez a szépen elrepülnek a izé léghajóval, az viszontlátásra. Az volt, hogy mondom, eléggé rövid lesz ez a stream, mert már tényleg csak annyi hiányzott. Ez a mai. Ott van Morgan. Morgan. Ott kérdő a Morgan. Morgan. Na hát, így van vége a streamnek. De hát ezért jelentettem be azt, hogy holnap viszont lehet számítani arra, hogy lesz egy kis GTA 5 Chaos mód. Mert aztán az bizony eléggé szétesés lesz. Olyan hülyeségek lesznek majd benne, hogy lehet annak nagyon örülni. Jövő héten nem Crash 2 lesz. Elszomorítalak. Sajnálom, más játék lesz a terítékem. Ezt már harangoztam egyébként a múlt heti adásban, úgyhogy arra lehet majd számítani. Ha tetszik, ha nem. Akkor is az lesz. Ennyi, mert demokráciában élünk. Na, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Találkozunk akkor holnap. Akkor a GTA-t streammel. És nem tudom, hogy a hétvégén még mik lesznek, de az biztos igaz, hogy a következő péntek estiben viszont más játék lesz. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy sziasztok! Akkor cső. Dávid megszarik egy jót. Ja.